mindhármat mondjatok ámen. Jó és hatalmas, bölcs és irgalmas, nagy a Jehova, égföld ura. Szent, 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 nagy a mi Istenünk, hegyek, halmok mondjatok ámen. Imádjátok, dicsőítve őt, szív és az elme hálával telve, boldoljon meg néki teljesen, magasztalja Dósion zengve. Dicsőítsetek, angyali lények, ezrek és ezrek, nagy seregek. Szent, 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 nagy a mi Istenünk, hegyek, halmok, mondjatok áment. Szent, 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 nagy és örök az Úr, ő a Jehova, úraknak úra, az ő karja mindeneken győz, egy szavával súlyt emel altót. Egykor a mennyben, majd szemtől szembe, szemlélhetjük őt, a szent dicsőt. Szent, 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 nagy a mi Istenünk, egyek, halmok, mondjatok ámen. Az Úr Jézus nevében szeretettel és tisztelettel köszöntünk mindenkit ezen a különleges estén, hisz mint egy 3 hónapja annak, hogy az imaház ajtajai bezárultak a közönség előtt, és eljött az a pillanat, amit nagyon vártunk, hogy újból ezen a szombaton Isten népe találkozhasson az Úrházában. Ma van a leghosszabb nap, ma érkezik legkésőbb a szombat, az év szombatjai közül. Mintha ezzel is éreznénk, vagy érezhetnénk azt, hogy nagyon kellett várnunk ezt a szombatot. De áldott legyen a mindenható jó Isten, hogy megérkezett. Istennek ma este is üzenete van számunkra, és meghívlak, hogy forduljunk imádságba ő hozzá, hogy szíveinket, elménket nyissa meg, hogy be tudjuk fogadni, át tudjuk adni az ő igéjét, és át tudja járni a mi egész életünket. Hajtsunk fejet és imádkozzunk. Szerető jó atyánk, köszönjük, hogy felénk hajolsz. Érdemtelenségünk, gyarlóságunk ellenére is lehajolsz hozzánk, hogy felemeljél bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy amikor a mélyből hozzád száll szavunk, akkor kegyelmezel, és felemelsz bennünket a te oltárod elé. Ma is arra várunk, a szent lelked által, az ígér által valamennyünket a te akaratod szerint formáljál. Most itt állunk, Urunk, saját szíveink előtt, és szeretnénk, hogyha megnyílna a te ígér előtt, de nekünk nincs ahhoz kulcsunk, csak akaratunk. Arra kérünk, Urunk, hogy vedd át a mi akaratunkat, és a te erőddel nyisd meg a mi elménket, a mi szívünket a te akaratod előtt. Amen. Van a 7 teremtés napjai közül egy nap, amelyikről Istennek igéje nem írja azt, hogy jó. Nem tudom, észrevettük-e ezt. Miközben a teremtés történetének hetének a leírásával találkozunk estéről estére, azt a megállapítást írja Istennek igéje, hogy és látta Isten, hogy jó az, amit alkotott. Az ember megalkotása kapcsán ennél többet is mond Isten, látta azt, hogy nagyon jó. Viszont van egy nap a teremtés napjai közül,
amikor Isten nem mondja azt, hogy jó. Melyik ez a nap? És miért nem mondja Isten, hogy jó? Szombat van, és emlékezünk arra, ahogy a világunk kikerült a mindenható Isten kezéből, a bukás és átok legkisebb nyomát sem viselte magán. Emlékezünk arra, hogy hogyan kerültünk ki a mindenható kezéből, és emlékezünk arra is, hogy milyen lesz, amikor a mindenható mindent újjáteremt. Krisztus szeretetének a jele a szombat. Isten mindent Krisztuson keresztül teremtett, és mindent szeretetből alkotott. És a Krisztus szeretetének a jele a szombat. Emlékeztet arra, hogy szeretetből alkotott bennünket. Hogy minden tökéletes, amit ő tesz. Miért az, hogy egy napról nem írja a teremtés történet az, hogy látta Isten, hogy jó? És melyik ez a nap? Ha fellapozunk Mózes első könyvének első fejezetét, azt találhatjuk, hogy a második nap kapcsán nem írja az íge azt, hogy és látta Isten, hogy jó. Vajon miért? Sok gondolat és sok spekuláció született ennek kapcsán, hogy miért az, hogy a második nap nem írja az írás azt, hogy jó. Kimaradt volna, kifelejtette volna az író, vagy miért az, hogy nem találkozunk ezzel a kifejezéssel? Az egyik zsidó gondolkozó úgy állapítja meg, hogy azért nem mondja Isten a második napról azt, hogy jó, mert aznap két testvért választott el. Elválasztotta a felső vizeket és az alsó vizeket. Elválasztotta a tengert és elválasztotta a mennyezet felül való vizeket. És úgy jegyzi meg a gondolkozó, hogy mikor két testvért elválasztanak egymástól, ugye a mi esetünkben két vizet, akkor nem mondja, nem mondhatja Isten azt, hogy jó. Szükséges, de nem olyan jó, mint amikor más egymáshoz nem ilyen mértékben kötődő elemeket választott el Isten egymástól. Nem tudok erre mit mondani, hogy indokolt-e ez a magyarázat részéről. Annyit tudok mondani, hogy ennél jobb magyarázatot még nem kaptam. Hogy miért nem mondja a Szentírás azt a teremtés második napjára, hogy jó, hogy látta Isten, amikor a felső és az alsó vizeket elválasztotta, hogy jó. Maradok egyelőre jobb hián ennek a héber gondolkozónak a megállapításánál, hogy amikor két testvért elválasztanak, az nem lehet jó. Viszont, hogyha az alkalmazásra gondolok, akkor úgy hiszem, hogy nem kell különösképpen érvelnem amellett, hogy amikor két testvért elválasztanak, az nem jó. Volt alkalmunk az elmúlt 3 hónapban megtapasztalnunk azt, amikor a testvérek egymástól távol esnek, és elmondani Nehemiással együtt azt, hogy a munka sok, mi pedig a várfalon egymástól távol estünk. Nem jó, amikor az atyafiak egymástól távol vannak. Egy szükséges dolog volt, biztos azért engedte meg a mindenható Jóisten, hogy ezt a periódust így töltsük el. De fel se tudjuk mérni, fogni azt, hogy mennyi mindenben különbözőkké váltunk az elmúlt periódusban. Gondoljuk csak meg, hogy ahány ember annyiféle világnézetet alakított ki, annyiféle képet formált a mindenható Jóistenről az elmúlt periódusban. Nem volt alkalmunk gondolatot gondolattal összevetni. Nem volt alkalmunk, úgy ahogy Pál apostol mondja a korintusbeliekhez írott levél, az első levél elején, hogy akarom, atyám fiai, hogy egy gondolaton legyetek. Nem volt alkalmunk egyetlen gondolatra jutni. Márpedig Isten azt akarja, hogy egyféleképpen is gondolkozzunk.
hogy egyek legyünk. Akarom, mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy egyek legyenek én bennem. Kedves testvéreim, ezzel ellentétesen a Zsoltárok könyvében, a Grádicsok Zsoltárai közül ugye azt találjuk, hogy 133. Zsoltárban, hogy ime milyen jó és milyen gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Tehát ha nem jó, amikor testvéreket elválasztanak, akkor milyen szép és milyen gyönyörűséges, amikor együtt vannak az atyafiak. Nem tudom, hogy te hogy vagy, és ti hogy vagytok. De soha nem tudtam annyira vágyni a testvéri közösség után, mint ebben a periódusban. És soha nem tudtam annyira örvendeni a testvéri együttlétnek, mint ezekben a hetekben, amikor a testvéreimmel találkozhattam. Jó és gyönyörűséges, amikor együtt vannak az atyafiak. És mi történik ebben az együttlétben? Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakálon, az Áron szakállán és lefúj a köntöse pringjére. Milyen az együttlét? Mint az az olaj, amelyik aláfolyik Áronnak, a főpapnak a fején, az ő felkenetésekor, a prémre, a ruhájának, a főpapi ruhájának a prémriére aláhull. Olyan szép az együttlét. És azt mondja az ige, hogy csak oda küld áldást Isten és életet örökké. Hova? Oda, ahol együtt vannak az atyafiak, ahol szép és gyönyörűséges az atyafiaknak az együttléte. Oda Isten áldást küld. Gondoljunk csak bele, az apostolok cselekedetében, a pünkösdnapi alkalommal ugyanezt történik. Jézus Krisztus fent a mennyben, mint főpap, mint az Áronnak a beteljesítője. Áron ugye egy szimbólum volt, egy jelkép volt, mely Jézus Krisztus a mennyei főpapra vetített elő. És Jézus Krisztus fent a mennyben megnyeri a Szent Lelket, és a Szentlélek alá foly ő rajta, alá foly az ő prémjén, alá foly az ő népére, és lent a földön, a felházban a tanítványok megkapják az Istennek Szent Lelkét. Ezért jó és gyönyörűséges, mikor együtt vannak az atyafiak, mert Isten az ő áldását, az ő Szent Lelkét oda küldi, ahol együtt vagyunk, egy szív, egy gondolat, egy lélek, egy akarat, ahol együtt vagyunk Jézus Krisztus nevében. Oda áldás küld az Isten. Milyen jó, hogy együtt lehetünk. Milyen jó az, hogy ezen a szombaton, 3 hónap után, újból az imatermekben Isten népe találkozhat. Milyen jó, hogy te meg én készülhetünk erre a találkozásra. Nem tudom, hogy átgondoltad-e az elmúlt hónapokban azt, hogy milyen lesz az első szombat, amikor itt leszünk Isten házában. Szeretném bejelenteni azt, hogy a Jóisten kegyelméből holnap délelőtt, ha megsegít, egy keresség Isten tisztelettel szeretnénk nyitni. Én nem gondoltam, hogy így fogunk kezdeni. Ez egy plusz öröm alkalom a mindenhat Isten részéről. De úgy heteken, hónapokon keresztül ültem és gondolkoztam, hogy milyen lesz az első alkalom, amikor veled, vagy te ott, ahol vagy, a te gyülekezetedben, a testvéreiddel, leülsz az Isten házába első alkalommal. A ma estéli íge erre szeretne bennünket előkészíteni, hogy holnap, pontosabban a szombat világos felén, amikor eljössz az Isten házába, hogy akarja mindenható Isten, hogy megjelenjél előtte? 3 hónap után a mindenhatónak van egy igéje, amelyet számodra is számomra készített, és amellyel elő akar készíteni arra, ahogy bejövök az Úr házába.
A Prédikátor könyve 5. fejezetének az első verséhez hívlak, hogy lapozzuk fel Istennek igéjét. Prédikátor könyve 5. fejezet első versének egy részét olvassuk ma este. Őrizd meg lábadat, amikor az Istennek házához mégy, mert hallgatás véget közeledned jobb. Őrizd meg lábadat, amikor Isten házába mész, mert hallgatás véget jobb neked oda jönni. Jó neked hallgatás véget oda jönni. Őrizd meg lábadat, amikor Isten házába jössz. Mit jelentsen ez a kifejezés? Mint emlékszünk, a Grádicsok énekei közül már olvastuk azt, hogy ott álltak a mi lábaink Jeruzsálem kőfalai előtt. A zarándok zsidóknak, akik feljöttek az Isten házába, akik vágyottak az Isten háza után, még mielőtt bejöttek volna, megálltak a lábai az Úr házába. Megálltak előtte. Megálltak, hogy összeszedjék a gondolatokat, hogy meggondolják azt, hogy milyen gondolatokkal lépnek be az Úr házába. Az elmúlt héten még olyan kérdéses volt, hogy jöhetünk-e az Úr házába, vagy nem. Mint a szolgáló, ahogy nézi az ő gazdájának kezét, úgy néztük mi is a mi Istenünknek kezét, hogy lássuk, hogy mit ad nekünk. Azt adja, hogy bejöhessünk az Úr házába. Megadja ezt a lehetőséget. És olyan hálás voltam, amikor értesültem arról, hogy bemehetünk az Úr házába ezen a szombaton. De azt mondja Istennek igéje, hogy még mielőtt bemennénk, álljunk meg. Álljunk meg és gondolkozzunk azon, hogy honnan jövünk, és gondolkozzunk azon, hogy hogyan jövünk az Úr házába. Egy különleges lehetőség az valamennyiünk számára, hogy ebben a periódusban mindaz, ami mögöttünk van, azt lehetőségképpen könyveljük el a mi életünkbe, mint egy lehetőséget, amelyben megtisztíthatott bennünket a mindenható Jóisten. Hogy amikor bejövünk az Úr házába, más gondolatokkal jöjjünk, a legjobb gondolatokkal, amelyekkel ember jöhet az Istennek házába. Őrizd meg lábadat, őrizd meg lábadat. Mielőtt bejössz, őrizd meg lábadat. Állj meg, és gondolkozzál egy kicsit. Mert az Isten házába jössz. És mit tegyél az ő házában? Mert hallgatás véget közeledned jobb. Hallgass, mikor bejössz az Isten házába. Átgondoltam hónapok alatt, hogy biztos, amikor az Úr házába érkezünk, amikor bele tudunk gondolni abba, hogy visszatértünk, nem tudjuk mennyi időre, de visszatértünk, sokan a testvérek közül úgy elcsendesedünk. Végig gondoljuk, hogy honnan is jövünk, és hallgatni fogunk. És annyi minden benne tud lenni ebben a hallgatásban. Annyi minden, annyi érzés, annyi gondolat, annyi emlék, annyi vívódás, annyi hála és köszönet bele tud férni abba a hallgatásba, ha eljössz és leülsz az Isten házába. Hallgatni gyere az Isten házába. Első alkalommal mindenképpen ezt tedd. Aztán második és harmadik alkalommal, amikor netán
a megszokás kezd újra eluralkodni rajtad, emlékezz újra arra, hogy az Istennek házába illik hallgatni. Ihletett és nem ihletett írásokban azt találjuk, hogy úgy illik viselkedni az Istennek házába. És úgy jó és hasznos, ha hallgatsz az Istennek házába. Miért hallgatni? Isten népének nincs nagyobb szüksége ma annál, mint hogy hallgasson. Hallgasson az Istennek szavára. A legnagyobb szükségletünk ma, hogy a Szentlélek hangját meg tudjuk hallani életünkbe. Hogy figyeljünk és hallgassunk az Istennek szavára. Az Úr az ő templomában, hallgasson előtte a föld. Hallgasson előtte a föld. A zsidókhoz írott levélben, amikor Pál apostol arról beszél, hogy meg kell hallanunk a mindenható Istennek a szavát, a Szent Léleknek a hangját meg kell hallanunk, erre van ma szüksége a gyülekezetnek és minden egyes gyülekezeti tagnak, hogy meghallja az Istennek hangját. Abból a zsoltárból idéz, amelyik úgy hangzik, hogy vaj, ha ma hallanátok az Úr szavát. Drága testvérem, ahányszor bejövünk az Istennek házába, mindig ma, meg kellene hallanunk az Istennek szavát. Vaj, ha ma hallanátok az ő szavát. Szólj csak egy szót, mondja az ige, és meggyógyul a te szolgád. Az Isten szavában, ha egy szót meghallunk a Szentlélek közlés által, meggyógyul a mi lelkünk. Szólj csak egy szót. Egyetlen isteni szóba olyan erő van, hogy meggyógyul Istennek gyermeke. Vaj, ha ma hallanátok az ő szavát, vaj, ha minden alkalommal, amikor bejövünk az Úr házába, ma volna, és hallanánk az Úrnak a szavát. Ezért jó nekünk hallgatás véget jönni az Úr házába, hogy halljuk meg az ő szavát. Meghívlak, hogy egy olyan történetet lapozzunk fel, és tekintsünk bele ez alkalommal röviden, amikor háromféle példával találkozunk az Isten szavának meghallása kapcsán. A Cselekedetek könyvének 16. fejezetében három szereplő kategóriával, mert mindegyik szereplői kategóriában több személlyel találkozunk. Szeretném, hogy megfigyeljük azt, hogy hogyan viselkedhet, és hogyan viszonyulhat az ember az Istennek szavához. Pál apostol Silással, miután Galata tartományában szolgált, és Pált megkövezték, úgy gondolta, hogy eljött annak az ideje, hogy átmenjen Kis-Ázsiába. Meglátogassa a nagy befolyás központokat. Ázsiába akart menni az apostol, és kinézte azt, hogy melyek azok a nagy befolyás központok, amelyeket, mint Efézust, meg Smirnát, meg Pergamumot, amelyeket meg akar látogatni. És azt találjuk, hogy Pál, amikor eldöntötte azt, hogy ő Ázsiába megy, hogy hirdesse az igét, a 7. versben azt látjuk, hogy nem ereszté őket a lélek. Hasonlóan, amikor Frigiában
akart menni. Eltiltotta a Szentlélek őt. Bitíniába. Nem eresztette a lélek, hogy ott az ígét hirdessék. Két alkalommal is azt látjuk, hogy Pál prédikálni akart, el akart menni valahova, valamit jónak látott. És amikor elindult volna már, a lélek nem engedte az apostolt oda menni. Aztán elmozdult másik irányba, hogy majd ott akkor jobb területet talál, biztosan ott majd az evangélium előtt kapu nyílik, és nem engedte a lélek oda sem menni őt. És amikor Pál ebben a vívódásában volt, megjelent az Úrnak angyala neki egy álomban, egy makedón férfi képében, és annyit mondott, Pál, gyere át, és légy a mi segítségünkre. És ebből Pál megértette azt, hogy az Úr lelke, őt Makedóniába hívja az alkalommal, és átjött, és először hirdette Európában valaki Istennek evangéliumát. Figyeljük meg, hogy Pál mennyire nyitott volt a Szentlélek hangjára. Vaj, ha ma hallanátok az ő szavát, hallgatott Pál az Úrra, oda ne menj, arra ne tarts, de oda menjél. Erre van szüksége ma leginkább Isten egyházának, hogy a Szentlélek vezetni tudja az egyházat. Hogy megérezzük, ráérezzünk azt, hogy mi az Istennek akarata mi velünk. Hallgatás véget menjél az Úr házába, mert ha hallgatás véget vagy ott együtt, akkor szép és gyönyörűséges, és oda küldi a mindenható Isten az ő olaját, az ő szent lelkét. A másik kategória, mint egy ellenpélda, a felbújtatott római katonák és a városnak bírái, akik amikor Pál ellenségei Filippiben beárulták, bevádolták őt, megveszőztették Pált és Silást. Semmit nem kérdeztek tőlük. Egy szót sem. Fogták ezt az embert ítélet nélkül, kihallgatás nélkül, anélkül, hogy hallgattak volna ezek az emberek, megveszőztették keményen Pált és az ő társát. Ez az ellenpélda. Amikor az ember nem hallgat, amikor nem gyors az ember a hallása, amikor tetre kész, anélkül, hogy meggondolná, megfontolná azt, hogy mit tesz. Minden embernek ezen a földi létben az igazság megismerése kötelessége. Minden embernek kötelessége az, hogy meghallgassa a másik embert is. Hogy megtanuljunk végre hallgatni. A legnagyobb baj a mai embernek az, hogy annyira belefáradt abba, hogy meghallgassa a másik embert, mindent azonnal pillanatok alatt akar tudni, türelmetlenné vált, nagyon sokszor mellé fog azáltal, hogy nem hallgatja meg a másik embert. Minden embernek ugyanakkor kötelessége az, hogy el tudja mondani azt, és igyekezzen elmondani azt, hogy mit gondol magáról. Úgy, ahogy Keresztelő Jánosról elvárta a világ azt, hogy elmondja azt, hogy mit mond magáról. Úgy minden egyes embernek kötelesség ebben a világban elmondani azt, hogy kicsoda ő, mit hisz, merre tart, mit gondol, hogyan értette meg ezt a világot. És az embernek beszélnie kell. Talán hozzászoktunk ebben a periódusban arra, hogy hallgattunk, hogy csendesek voltunk, hogy nem mertük kifejteni a gondolatainkat.
Jó nekünk emlékezni arra, hogy minden hurok idővel csak szorosabb. Az embernek beszélni kell. Azért vagyunk a világban, hogy állást foglaljunk dolgokról, hogy úgy, mint a só az ételben, úgy, mint a nap ebben a világban, világosságot árasszunk. Beszélnünk kell. Ki kell fejtenünk az igazságot úgy, ahogy megértettük. Ha nem beszélünk most, akkor a kövek fognak majd megszólalni. Emlékezzünk a német íróra, aki a II. Világháború környékén azt mondta, hogy amikor vitték a szociáldemokratákat, hallgattam, mert nem voltam az. Amikor vitték a kommunistákat, hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a zsidókat, hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor elvittek engemet, már nem volt ki beszéljen. Beszélnünk kell. Tartozunk ennek a világnak azzal, hogy kifejtsük. Nyilvánvalóvá tegyük, egyértelművé tegyük a nézeteinket. Ha meghallgatnak. Ha meghallgatnak. Ebben a történetben az apostolokat kihallgatás nélkül vesszőztették meg. Hányszor nem ugyanezt tesszük mi is, hogy nem vagyunk készek egymást eléggé meghallgatni. Még beszél a társad, és már azon gondolkozol, hogy mit mondj. Nem azon, hogy vajon ő mit mondott. Vagy néha belevágunk egymásnak szavába. Nem vagyunk készek végig hallgatni azt. Vagy esetleg feltételezésekbe bocsátkozunk, hogy mit is akart mondani, vagy hogy ki mondta. Nem az a lényeg, hogy ki mondja. A lényeg az, hogy mit mondott. Az igazság az mindig felettünk van. És csak közeledni próbálunk az igazsághoz. És éppen ezért jó nekünk meghallgatni. Jó nekünk hallgatás véget lenni ott az úrházában. Amikor eljön annak az ideje, hogy testvér testvérrel beszélget, kicserélik a gondolatokat, akkor figyeljünk és hallgassunk. Hallgatás véget lenni ott az úrházában. Ha kérdeznek, becsületesen felelni kell. Ha nem. Pálékat nem kérdezték. Pilátus megkérdezte Jézust a felől, hogy micsoda az igazság. Aztán mire Jézus válaszolt volna, ő már eltűnt, elment. Legyünk készek meghallani az igazságot. Legyünk készek elmondani az igazságot, ha kérdezik. Ha kérdeznek, becsületesen felelnünk kell. És a harmadik ebben a történetben a börtönőr. A börtönőr hallotta Pálnak és Silásnak a éjszakai énekét, ahogy kalodába zárt lábaikkal énekeltek. A börtönőr hallotta, hogyan megrendülnek a börtönnek oszlopai, megrendül a föld, és kiszabadulnak a foglyok. Hallotta a börtönőr azt, amikor Pál és Silás biztosította őt arról, hogy minden fogoly itt van, senki sem menekült el, ne féljen és ne tegyen kárt magában, ugyanis a börtönőr már kész volt abba való félelmébe, hogy őt ezért elszámoltatják, ha egyetlen rab is elszabadul, kész volt már arra, hogy öngyilkosságot kövessen el, belebocsátkozzon az ő kardjába. És hallotta, amikor Pál és Silás mondta, hogy ne tégy magadban kárt. És az ember meghallotta azt, hogy ezeken az embereken keresztül az Isten szólott hozzá.
meghallotta azt, hogy ezek az emberek különleges emberek. Bár nem ő neki szólott a Szentlélek egyenesbe, hanem ezeken az embereken keresztül, de ő mégis meghallotta az Isten szolgáin keresztül az Istennek szavát. És mint jó hallgató, egyetlen gondolatot vetett fel. Mit kell nekem cselekednem, hogy üdvözüljek? Ez az a kérdés, amellyel itt kell légy Isten házába. Hallgasd az Istennek szavát, ahogyan megszólít téged. Hallgatás véget gyere el az Úr házába. És tedd fel a kérdést. Mit kell neked cselekedned? Mit kell nekem cselekednem, hogy üdvözülhessek? Hallgatás véget gyere el az Úr házába. Mert úgy jobb. Állj meg az Úr házának ajtajában, mielőtt beérnél. Csendesedj el, hogy a csendben a lélek szólítson meg tégedet. Csendesedj el, hogy úgy, mint Pál, meghalld az Istennek szavát. Csendesedj el, hogy nehogy, ahogy a római katonák nem hallották meg a Pál szavát és által az Istennek szavát, te is elmegy anélkül, hogy az Isten szavát hallanád. Halld meg úgy, ahogy a börtönőr tette, hogy tud kérdezni azt, hogy Uram, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Így gyere el az Istennek házába. A börtönőr várta a reggelt. Várta a reggelt akkor, amikor őrizte a katonákat, és várta, hogy valahogy elteljen az éjszaka. Aztán várta a reggelt, amikor Pál és Barnabás bizonyságot tettek a római katonák előtt is az igazságról. Te várod-e a reggelt? Várod-e a reggelt, amikor Isten házába jöhetsz? Istennek ígéje azt mondja, várom az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Várom én is a reggelt, amikor találkozhatunk Istennek házába, jobban, mint az őrök a reggelt. Amikor eljöhetünk, leülhetünk, hallgathatjuk az Istennek beszédét, amikor az együttlétben befogadhatjuk az Istennek áldását. Segítsen Isten, hogy mindig így jöjjünk az ő házába, hogy meghalljuk az ő szavát minden alkalommal. Az Istennek szava hallhatóbb és hallhatóbb lehessen számunkra, hogy vezessen bennünket. Várom a reggelt jobban, mint az őrök. Amen. Meghívlak testvéreim, hogy hajtsunk fejet, és mondjuk hálát az Istennek ígéjéért. Mindenható jó atyánk, hálát mondunk te néked azért, hogy miközben a te kezedre tekintettünk az elmúlt héten, mint ahogy a szolga tekint az Úrának kezére, és vártuk, hogy mit adj, köszönjük, hogy jót adtál. Köszönjük, hogy a te házadat megnyitottad előttünk. Áldott légy érette mindenható Urunk. Olyanok voltunk, mint az elválasztott gyermek, amikor elválasztottunk a te házattól és a te népettől. És vártuk, Urunk, jobban, mint az őrök a reggelt, hogy találkozhassunk ezen a helyen. Köszönjük, Urunk, hogy kész voltál ezt megadni. Arra kérünk, segíts, hogy megálljunk. Őrizzük meg a lábainkat, amikor bejövünk ebbe a hajlékba. És hallgatás véget legyünk itt, hogy meghalljuk a te szavadat. Hogy hallgasson Isten előtt mindenki. Kérünk, Urunk, csak egyet kérünk és egyértesedezünk.
hogy a te szent lelkedet ne vonj meg tőlünk, hogy a te lelked vezessen bennünket, hogy meghalljuk a te szavadat, amikor idejövünk, ezzel a készséggel ruházál fel valamennyünket, mindenható Istenünk. Különösképpen imádkozunk most a Hodis családért, a krasznai balesetért, a 13 éves Rubenért, aki balesetet szenvedett. Kérünk, Urunk, hogy légy mellette most élet és halál közepette, és az élet leheletével látogass meg őt. Szólj, Urunk, csak egy szót, és meggyógyul a te szolgád. Hittel kérjük, és köszönjük mindenható jó Istenünk, hogy megteszed. Kegyelmen által. Amen. Kedves testvéreim, ha jó Isten megsegít, reggel 11 órakor ezen a helyen találkozhatunk. Várom, mint az őrök a reggelt. Isten legyen velünk a viszontlátásra.